A jelenlegi 2014-2020-as uniós ciklus összes forrásába beletartoznak a hazai társfinanszírozások és a vidékfejlesztési alap is. Erről Vitályos Eszter államtitkár beszélt Jáng Majtison. Ennek összértéke több, mint 12 ezer milliárd forint. Ezeket 10 operatív programon keresztül osztják el az országban, a területfejlesztéstől kezdve, a környezetvédelmen át az intézményi együttműködésig. Számtalan projekt támogatható ezekből a forrásokból. Jelenleg már elmondhatom, hogy több mint 530 pályázati kiírásban ezek testet is öltöttek. Tehát az összes rendelkezésünkre álló forrást azt tulajdonképpen meghirdettük 2017. március 31-ig. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy nem lesznek még újabbak, mert vannak úgynevezett visszahulló források, amelyekre újra meg fogunk hirdetni pályázati felhívásokat, illetve lesznek olyan úgymond nagy népszerűségre számot tartó pályázatok, amelyeket újra meg fogunk nyitni átcsoportosítás kapcsán. Ebben az uniós ciklusban eddig már több mint 310 milliárd forint érkezett a megyébe. Ez országos szinten kiemelkedő eredménynek számít. A fehérgyarmati járás kapta a megyei összköltség több mint 19,4%-át. A választókerülethez tartozik a Vásárosnaményi és az Áhonyi járás is. Ide összesen 27 milliárd forint forrás érkezett. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó teljesítmény. Összetudom hasonlítani a korábbi 7 éves költségvetési ciklusban, a két város az közel 2 milliárd forintos támogatást kapott, most pedig mind a két város, két nagyobb város, Vásárosnamény és Fehérgyarmat már több mint 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatási forrást tudott lehívni. Az önkormányzati beruházások és településfejlesztések általában 100%-osan támogatható projektek. Azokhoz a pályázatokhoz szükséges önerő, amelyek később hoznak eredményeket. Ilyenek például a vállalkozások számára meghirdetett források. Erről is beszélt az Európai Uniós Fejlesztésekért felelős államtitkár Jáng Majtison.